Ez most megy. Haló! Szerinted meg fognak minket ismerni? Vedd le a szemüveged! Talán úgy! Hello, hello! Hello! Nézd! Én vagyok a Lucas Newsy! Newsico! Hello, szias, szevasz! Üdvözlök mindenki ezen a szép napon! Nézd! Én vagyok a King Kong! Az a Tarzan! És te vagy a Godzilla! Mostantól, április 1-től, minden nap! Minden nap? Igen, minden nap! Ilyen újfajta videókkal jelentkezünk, lesznek vlogok, vicces videók! Nézd milyen a szemüvegem! Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon! Mindenkinek boldog napját szeretnék kívánni, ugyanis ma van április 1-je. Remélem, hogy ezt mondják, ugye boldog napját szoktak kívánni, ilyen tréfás nap van, ugye? Remélem, hogy sikerült titeket átvernem a többre nem is, mint legalább egy percre, ugyanis elég régóta dolgoztunk a Lucas-tel ezen az animáción. Terveztük, hogy valamit április 1-jére ugye készítünk, hogy megváltozik a csatorna, vagy valami. Remélem, hogy bejött. Hogyha nem, akkor majd talán jövőre vagy másra fogunk próbálkozni. Jelenleg, ahogy látjátok, itt ülök az autóban, ugyanis tartok hazafelé, nem több van, mint 11 óra 10 perc. Nem azért megyek haza, mert előbb végeztünk a munkával, hanem azért, mert megyünk és megnézünk egy házat. Délbe lesz ez a ház nyitva. Próbálom elvinni, vagy elviszem a szemüvegemet, és próbálok vele majd ugye filmezni a háznak a belsejét. Azért érdekes ez a ház, mert ez egy nagyon régi ház, de felújították. Legalábbis a képeken fel van újítva. Mindent felújítottak, a konyhát, a fürdőszobát, mindent. Tehát azért el akarunk menni megnézni. Az iskolához amúgy közel van, kb. Egy ilyen 5 perc gyaloglásra, és ahogy mondtam, felújították ezt a házat, amúgy ilyen 40-50 éves ház körülbelül, betonkeflibből készült, képzeld el, amit nem nagyon lehet ugye nálunk elmondani, mert a legtöbb ház ilyen fa szerkezetű ház, és ugye más, ez pedig betonkeflibből készült, raktak körbe ilyen gipszkartont, úgy hívják magyarul, most már megtanultam, mármint a ház belsejébe, tehát nagyon fel van újítva, hogy igazából úgy néz ki, vagy nem, majd kiderül. És a képeken, ugye, ahogy mondtam, meg a leírásban nagyon szépen nézett ki. Ahhoz képest, ugye milyen öreg ház, nagyon szépen nézett ki. Várják, közben itt fordulok, amúgy hazaértem. Ma reggelre elment ez a nagy vihar, ugye benn volt állatok is a tévében, hogyha jól tudom, hogy itt mindenünk rettentő nagy esőzés volt, nagy vihar. Az a nagyon nagy vihar mondjuk fenn volt éjszakon. Tegnap este ide elért hozzánk is, de már egy gyengébb verziója. Rettentő nagy eső volt, ugye árvizek vannak itt a gólkoztom most mindenhol. Egy pár hidat el is mosott a víz, tehát teljesen leszakadt. Sok minden víz alatt van, sok ház víz alatt van, de itt, ahol mi lakunk végül is, ezen a részen itt nem volt árvíz, tehát nekünk semmi bajunk nem volt, ugye. Várjál, egy kamion. Itt látod? Elment. Úgyhogy most elkezdik ugye a nagy takarítást, újra kell építeni egy pár dolgot, ugye szokás szerint néha elő szokottam ugye ilyen fordulni, és képzeld el, az iskola szünet az ma lenne az utolsó nap ugye a Lucasnek, de tegnap lezárták az iskolákat, azt mondták, hogy most sincs iskola, mindent bezártak, bezárt a bevásárló, bezárt a, nagyon sok mindent bezártak. Ugyanis rettentő nagy eső volt, aminek én nagyon örültem, ugyanis nekem el kellett mennem egy pár helyre, mondjuk például az öcsémhez, és az utakon senki nem volt. Tehát csak tolatok. Nagyon hamar odaértem mindenhova, aminek nagyon örültem. Megjöttem gyorsan, ha felmegyek, átöltözök, aztán indulunk háznézőbe. Hozzáérkeztem, átöltöztem, nem zanyoztam meg, ugyanis megyek ugye vissza munkába, úgyhogy sok értelme nem lenne. Épp, hogy csak átöltöztem, mutatom az időt, a víz egy kicsit fent van. Nem olyan túl nagyon, nem tudom, látjátok-e vagy nem, de fent van. Néztem én a híreket, egy csomó fényképet, meg videó ugye fent van mindenhol, és nagyon sok ház víz alatt van, főleg itt az északi részen a Gólkoszton. Víz alatt van az udvarok, sok részt kezdenek most kitelepíteni, ugyanis ugye kezd feljönni a víz, és majd ugye le fog menni, de most kezd feljönni. Sok ember kitelepítenek, ahogy mondtam, egy pár ilyen hidat elmosott a víz, és nem a legszebb, ugye, de mikor arrafelé nem hiszem, hogy fogunk mi menni. Viszem a szemüvegemet, vagy viszem ezt is, mondjuk még nem, mert még mindig van egy kis időnk, nem is tudom, hogy hány óra, nincs rajtam óra, ugye munkában nincs rajtam óra,
és fogalmam sincs, mennyi az idő. Még van kb. Egy 10 percünk. Megnézzük addig a Lucas-t. Hello! Hello! Mi a helyzet? Hát semmi. Mivel játszol? Ez a játékban nem játszottam egy nagyon régi időnek, azt mondjuk akarom játszni most. És hogy telik az iskola szünetet? Az nem is iskola szünet, ez ilyen milyen szünet? Ilyen kezdő iskola szünet. A haját amúgy a Lucasnak, szervusz. Én azt mondom, hogy le fogjuk vágni, mármint lehet, hogy nem én, de elviszük a... Most miért így néztél? Tudtad, hogy le fogjuk... Tudom, hogy szereted, de itt oldalt itt nagyon hosszú, tehát elmegy a fodrászhoz, vagy hova, és itt körbe egy kicsit levágjuk, rendben van? Mármint nem én, hanem majd a fodrász. Hogyha én vágom, akkor gépekkel, és géppel meg lehet, hogy túl röviden lenne. Úgyhogy majd azt fogjuk megcsinálni valószínűleg a jövő héten, vagy a hétvégén, rendben van? Jó van. Amúgy elkezdtünk most már pakolni, ahogy látjátok, ott látod, össze van pakolva, egy pár dolog, sok minden le van szedve. Amúgy a Davis nincs itthon, nem tudom, hogy észrevettétek vagy nem, de szüleimnél van, legalábbis anyukámnak, ugyanis apukám ugye dolgozik, ott van, és majd jön haza délután, mármint anyukám haza fogja ugye hozni, mert nem egyedül jön még haza. Úgyhogy én azt mondom, hogy gyorsan iszok egyet, ugyanis még nem ittam, elkészülődünk és elmegyünk, és hogyha tudok, ahogy mondtam, filmezek, hogyha nem tudok, akkor meg majd elmondom, hogy milyen volt. Megjöttünk, itt vagyunk a ház mellett, jelenleg a várunk, mutatom nektek kívülről. Így néz ki, sokat nem lehet látni, van ilyen kerítés, és végül is a ház ott van hátul, mert ott egy garázs van, amit a fától most nagyon nem lehet látni. Itt egy park fele szembe, ott van az iskola mögöttünk, valamerre, ahogy mondtam, egy 5 perc gyaloglás. Ha megvárjuk most azt az ingatlanosat, felrakom a szemegemet, aztán próbálok bent ott filmezni, itt-ott, hogy ugye, hogyha tudok. Azt utána elmondom, hogy mit láttunk, és mit gondoltunk.
végeztünk, megnéztük, és nem tudom, mennyit láttatok a videóból, meg mennyit nem, de nekünk tetszett. Tehát minden vonalat újben, még senki nem laktak bent, de mióta felújították, ugyanis még mindig újítják, azóta senki nem lakott bent. Egy pár dolgot még azt mondták, hogy még ugye nincsen kész, nincs bent még a mosogatógép, a zárakat le fogják cserélni, meg egy pár apróságot azt mondták, hogy pontosan mit, azt nem tudja még az ingatlanos se, ugyanis még ugye mindig csinálgatják. És ahogy mondtam, betonból, az egész ház betonból készült, rárakták ezt a gyprokot, ezt a gipszkartont, úgyhogy a ház télen meleg, nyáron hideg, van hozzá ilyen szoláros, melegvizes valami, úgyhogy olcsóbb lesz ugye az áram is, vagy a melegvíz is. Az udvar szépen nézett ki, rendezett volt, volt egy pár pálmafa benn, ami egy kicsit, ugye ezek a pálmafák olyanok, hogy hullanak a levelei, és azok a nagy levelek mindig leesnek, remélhetőleg nem a fejedre, de leesnek, azokat össze kell takarítani, el kell vinni, ilyen apróság, de végül is szép volt, szerintem szép volt. Nem az, hogy olyan hatalmas volt, de szerintem ilyen pici-kicsi jó volt. Legalábbis mi így gondoljuk. Úgyhogy ma meglátjuk, hogy mi fog történni, beadjuk rá a papírt, aztán majd kiderül. Most pedig visszamegyek munkába, dolgozok egy kicsit, és megyünk hazafele. Aztán majd elfelejtettem, sorsolunk ma, ugyanis a héten ugye nem volt videó, biztos észrevettétek, lehet, hogy nem vettétek észre, hétfőn volt, azóta nem volt, ugyanis sok dolgot kellett csinálni, sok minden történt, és nem volt videó. Úgyhogy ma sorsolunk, amint ugye hazaérkezek, várják közben kanyarodok a körforgalomba, amint hazaérkezek, sorsolunk. Nem, először hazaérkezek, megebédelek, eszek, nem, megebédelek, lezuhanyozok, és sorsolunk még mielőtt akármit is csinálunk. Hogy mutatom az időt meg, hogy hol járunk. Erre járok itt, mi tőlünk nem olyan túl messze dolgozunk, egy ilyen 10-15 perc autóval. Az idő, ahogy látjátok, most egész szép. Tegnap annyira csúnya volt, hogy az Instagramon még mindig minden nap megosztok egy fényképet, hogy meddig, nem tudom, ameddig bírom, ugyanis sokszor próbálok érdekeset filmezni, vagy filmezni, fényképezni, de nem tudom, hogy nektek ugye érdekes lenne, vagy nem, de még mindig minden nap megosztok érdekes képet, és nap a fellőket osztottam meg, amit fényképen nagyon nem lehetett látni, hogy milyen csúnyák voltak a fellők, meg mennyire esett az eső, de fenn voltam ugye amúgy az öcsémnél, onnét fényképeztem ki velé, rettentően fújt a szél. Az öcsém alig bírt megállni ott kint a teraszon, kapaszkodott a korlátba, vicces volt. Amúgy itt egy régi ilyen lakóautó, látod? Ott állt. Hozzáérkeztem, ahogy látjátok, közben megzuhanyoztam, megemléreltem, meg is borotválkoztam, el is vágtam magam, ugye szokás szerint egy-két helyen, de ahogy mindjárt eláll. És most nem más fogunk csinálni, mint sorsolni fogunk, ugyanis a múlt hétvégén ugye a szombati vagy vasárnapi videóban volt az a kérdés, és mondtam, hogy sorsolni fogunk a héten, amit ugye mondtam, hogy nem tettünk meg, úgyhogy most ezt meg fogom tenni. Úgyhogy töltem a videót, csak nyitom a számítógépemet, aztán megmutatom, hogy mivel készítettem ezt az animációt, mert gondolkodtam, hogy lehet, hogy sokan kérdezitek majd, hogy mivel készült, hogyan készült, és na mindegy, majd mindjárt megmutatom, meg beszélek róla. Először betöltöm ezt a videót. Betöltődött a komment, ahogy látjátok, végülis az volt a kérdés, hogy melyik volt a kedvenc valami ötöd. Ahogy mondtam, nincs jó válasz, nincs rossz válasz, aki válaszol rá, részt fog venni a nyereményjátékban. Amúgy a valami 5 újraindul húsvéttól, ami ha jól emlékszem, április 15 szombattól, most is ugyanúgy szombatonként lesz valami 5. Egy pár részt befejeztünk, még egy sok mindent nem tudtunk lefilmezni, ugye ez időjárás miatt, ahogy mondtam, de 4 rész készen van, ja készen van 4 rész, úgyhogy minden szombaton húsvéttól meg fogok osztani veletek egy részt, és érdekesek lesznek szerintem. Na ide, nem húzom tovább az időt. Várjál, fókuszol a kamera. A szerencsés nyertes nem más, mint... Várjál, nem működik. Kolumbin... Na, ő a szerencsés nyertes, gratulálni szeretnék neked, összes jó volt. Ugye mondtam, nincsen rossz válasz, tehát az összes tetszett neki. Arra szeretlek megkérni, hogy ide YouTube-on keresztül, a YouTube üzenetben írjad meg nekem a rendes nevedet, ugye? Nem hiszem, hogy ez a rendes neved. Meg a címedet, hogy hova küldhetem a képeslapot, amit most nem tudok megmutatni, de itt van benne a fiókomba. Való itt az aján, csak egy kicsit rendetlenség van benne. És van kulcstartom még mindig, látod? Ilyen 2 darab kulcstartom. Úgyhogy ezt fogom neked elküldeni, még egyszer szeretnék gratulálni. Amúgy nem kell keseredni, hogyha nem nyertél, ugyanis lesz még nyereményjáték, valami jött be, lesz nyereményjáték, mindenképpen lehet, hogy még előtte is.
és amúgy mostanában elég sokszor van nyereményjáték. Most megmutatom nektek, hogy mivel szerkesztettem ezt az animációt, és lesz még a jövőben, lehet, hogy lesz ilyen, ugyanis volt egy másik ötletem is, amit el is kezdtem, ugyanis azt mondtam, hogy a videónak az elején, hogy minden nap április 1-től április 2-ig, ugyanis volt egy másik videó, amit nem sikerült elkészítenem, ugyanis nem volt időm, de amint elkészül, ezt meg fogom veletek osztani. Végülis ez is egy ilyen viccesebb videó lesz, de majd meglátjátok. Meg lehet, hogy ilyen valami öt is lesz, ilyen animált valami öt, ami érdekes lesz. Na minden, mutatom. A applikáció neve nem más, mint ez a Plotagon, mutatom, látod, oda van írva. Én nem tudom, hogy van-e egyáltalán Androidra. Apple-re biztos, hogy van, működik az iPhone-on is, az iPad-en is, ugyanis ott kezdtem el szerkeszteni, működik a számítógépen is. Hogy PC-n vagy Androidon van-e, vagy nincs, azt nem tudom. Ennek nem néztem utána, de mutatom, hogy működik gyorsan. És ugye betöltődött, vagy elindította a programot. Ki tudsz itt választani egy pár dolgot, na várjál. Például ugye ez a miénk. Ki tudsz választani karaktert, ugye, hogy milyen ember akarsz lenni, aztán már visszamegyünk, csinálunk egy újat, egy új pályatot, és végülis olyan, mintha írnál egy forgatókönyvet. Tehát itt nézheted, itt írod. Hozzáadunk egy szint, ugye, itt a location, hogy ugye hol játszódjon, itt ki tudod választani, várjál, például kávézóba, kiválasztja a kávézót, és itt a kávézó. A karaktered legyen mondjuk a Jessica, aki most ott van, és a másik karaktered pedig legyen a Lizzie, aki pedig ott van mellette. Utána hozzáadsz egy dialog, ugye egy párbeszédet, és itt elkezded, be is írhatod neki, hogy mit mondjanak, vagy felismerted a hangodat. Amint megérted a scriptet, elindítod, és végül is ők megcsinálják ezt az egészet. Én így készítettem ezt, utána pedig megvágtam. Ugyanis, hogyha nem vágod meg, egy kicsit akadozik. Végülis azért akadozott a hang meg a beszéd a videóba. Ugye, amikor mondtam, hogy hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit ezzel a szép napon, ugye a szokásosat. Ugyanis egyszerre megvan adva, hogy hány másodpercet tudsz rögzíteni, hogyan tudod mondani, egy kicsit ilyen nehézkes. Sok mindent nem tudnak csinálni, például járkálni, de én érdekesnek találtam. Aztán azért a Davis, szervusz. Ami nem más eszünk, mint mit eszünk. Mutatom, szőlőt eszünk, ilyen nagy szőlőt eszünk, amiben van, nincs mag. Nincsen bent mag. Várjál, csak jövök aztán, iszok egyet. Amit még akartam nektek mutatni, vagy mondani, beszélni róla, ugyanis akármikor filmezek ezzel a szemüveggel, ugye benne a videokamera, mindig nagyon sokan kérdezik tőlem, hogy ez milyen, hogy működik, mennyibe kerül, úgyhogy ezt gyorsan megmutatom, hoppá, nektek. És a kamera, ahogy mutattam, ugye itt van benne, ami ugye van erről egy régi videó, lehet, hogy láttátok, lehet, hogy nem. Itt a kamera, a lencsét ki tudod cserélni, sötét lencsére, tehát napszövegnek is tudod használni, vagy hogyha kimész, egy kicsit elsötétedik a napon, de nem annyira. Én azért ezt szoktam használni, hogyha bemegyek a bevásárlóba, akkor lássak is valamit, hogyha filmezek. Van rajta gomb a tetején egy kettő darab, látod? Itt az alján is, ezzel tudod bekapcsolni, ezzel el tudod indítani a felvételt, tudsz vele fényképet csinálni. Ha jól emlékszek, olyan 3 vagy 400 dollárba került, amikor ezt vettem, hogy most mennyire kerül, nem tudom. Ugyanis van egy újabb fajtája, ez még nem wireless, ezt még be kell dugni a számítógépbe, az újat azt már nem kell, és ez egy kicsit ilyen nagyobb bacskolja, látjátok. De én szeretem azt állni, hogy ugye megyek a Davis-szel, fel van a kezembe, nem tudom tartani a kamerát, akkor ezzel nagyon jól tudok filmezni, tehát én nagyon szeretem. A minőség, ugye láttátok, hogy milyen, a hangminőségét is láttátok. Nem a leges-leges legjobb, de szerintem egy ilyen pici kamerához képest szerintem rettentő jó. Úgyhogy továbbra is hozzá, hogy ezt fogom használni, és gondolkodtam, hogy lecserélem erre a Wi-Fi-sre. De nem tudom, hogy lenne ugye neki értelme, mondjuk, hogy nem kell bedugosgatni a számítógépbe, meg élőadást, úgyhogy jól tudom volna, hogy lehet vele csinálni a YouTube-on. Aztán, amit akartam mondani, lesz élőadás is valószínű, amint elkezdődik a húsvéti szünet, amit ha jól tudom nektek 15-től, azt hiszem valaki írt, hogy 14 vagy 15-től kezdődik, ugye húsvéttől. Lukasznek ma már elkezdődött, ahogy mondtam, tegnaptól, ugyanis az időjárás miatt. Tyves, mit csinálsz? Mit csinálsz? Mit nézel az iPad-en? Valamivel játszik, legalábbis ezt nyomogatta az előbb. Lucas készen van, ugyanis most nem más fogunk elvenni, mint a szüleimhez. Ugye? Mi van? Hozod a táskádat? Yeah. Ugyanis a Lucas ma ott alszik, mivel megkezdődött a szület, ma meg holnap, ugye? Az volt? Azt mondtad? Ja. De hova pakolsz? Annyi cuccot pakolsz mindig magadnak, komolyan mondom, mikor megyünk. Csak betét a computer, ja. Az nehéz, a számítógép nehéz. Ahogy én úgy nézni, képzeld el, hogy jönnek a felnők. Legalábbis egy ilyen szürke, fekete, nem fekete, kék. De még a végén megint visszajön az esőzés. Ahogy megnéztem a híreket,
Én nagyon sok minden képzel el, víz alatt van, házak, van még bevásárló is, víz alatt van, meg egy ideig bele fog tartani, hogy még elmegy ez a sok víz. Amúgy, amit akartam kérdezni, szoktatok tréfálkozni, vagy megviccelni valakit ilyenkor, a barátaitokat, vagy a szüleiteket, vagy akárkit? Én néha megszoktam viccelni a feleségemet, lehet, hogy majd megviccelem. Te is megszoktad viccelni a feleségedet? Nem! Te megviccelom én! Ja, téged! Családot én meg szoktam viccelni. Ugye ez a pénteki videó, tehát jelenleg nálunk még 31-e van, holnap lesz elseje. Mire ti ezt a videót nézitek, addig a már másodika lesz. De nem, elseje lesz délután. Na minden, mi előre vagyunk az időben 9 órával, de ez a tegnapi videó még, hogy fel tudjam tölteni ugye elsején, hogy meg tudjátok nézni április elsején. És lehet, hogy majd holnap megviccelem a családot, a feleségemet. És ma minden lehet, hogy fel is veszem videóra, hogyha vicces lesz, meg is mutatom nektek. Úgyhogy ezt a mai videót én itt most befejezem. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok! Sziasztok!